Régi ismerős is feltűnik a PVSK Veolia NB1-es férfi kosárlabda csapatának légiósai között. A 2016-17-es szezon után ugyanis visszatért Chris Smith, akit Justin Alston sérülése miatt igazolt a csapat, de természetesen nagy örömmel, hiszen játékát jól ismeri Csirke Ferenc vezetőedző. Három évvel ezelőtt játszottam Pécset, aztán Franciaországba és Belgiumba mentem, most pedig visszatértem Pécsre. Egyébként Kalifornia fővárosában, Sacramentóban születtem. Nagy elvárásokkal érkeztem vissza, erős, jó a pécsi csapat, és várom a bajnoki és az Európa Kupa rajtot is. Az edzések tetszenek, most kell formába hozni magunkat. CJ Eichen igazolásánál az volt a szempont, hogy európai tapasztalatokkal rendelkező center legyen, aki másmilyen játékstílust képvisel, mint Horthy Bálint, mégis tudnak akár egyszerre is pályán lenni. Az új center ezeknek az elvárásoknak teljesen megfelel, céltudatos és küzdőjátékos. I'm from Philadelphia. Pennsylvania legnagyobb városában, Philadelphiában születtem. Tavaly Csehországban játszottam, Pécset is szeretnék a csapat hasznos játékosa lenni, és bízom benne, hogy úgy vagy még jobban szárnyalunk majd, mint tavaly. Az edzések nagyon jók, kezdünk formába lendülni. Quincy Dick számára sem ismeretlen az európai kosárlabda, hiszen negyedik szezonját kezdi meg a kontinensen. 2015-ben Ausztriában a liga legértékesebb játékosa volt, és csapatával bajnok lett. Egyaránt fogékony az amerikai és az európai stílusú kosárlabda iránt. Texasban születtem, Franciaországban, Németországban, Ausztriában és Görögországban is megfordultam már. Célom, hogy győzelemre vigyem a csapatot a bajnokságban és a kupában is. Tanultam amerikai és európai kosárlabdát is, hozzám közelebb áll az amerikai típusú egy-egy elleni játék. Kocsis Zalán nem csak az NB1 A osztályban, hanem az NB1 B-s csapatban is sokat fog játszani a szezon során. Kaposvárra érkeztem, ott töltöttem az egész gyerekkoromat egészen idáig. Voltam U16-os válogatott, illetve az U18-os keretben is benne voltam, valamint a tavalyi év folyamán bekerültem ebbe az U23-as, 3-3-as csapatba. Ott töltöttünk egy egész nyarat a srácokkal, nagyon éreztük magunkat. Az idei évben sajnos nem tudtam részt venni velük, mivel egyetemi tanulmányaim kicsit elhúzódtak, valamint próbáltam felkészülni a nyár folyamán kicsit jobban, mivel tudtam, hogy ide érkezek Pécsre a csapathoz. A csapattal szemben eléggé nagy elvárásokkal, mivel rendszerint nagyon jól teljesít a csapat, rendszeresen bemondnak a rejátszásból, sőt tavalyi év folyamán is küld kiarcolni a harmadik helyet, tehát én úgy érkeztem ide, hogy bármi megtörténhet az idejében egyaránt, mint tavaly. Személyes célom pedig az, hogy minden edzésen maximumot nyújtsam, valamint hogyha a meccs és pályára kerülök, akkor ugyanúgy maximálisan tudjak teljesíteni és segíteni a csapatnak. Visszatért Ruják András, aki 10 évvel ezelőtti pécsi szereplése után megfordult a Körmend, a Sopron és az Asegárdáiban is, Paksról érkezett. Most jelenleg Paksról érkeztem 2 év után, visszatérek hosszú idő után, mert 2009-2010-ben talán, ez nem biztos, úgyhogy ne nézzen senki utána és higgy el. Már játszottam itt 1 évet, úgyhogy a közeget ismerem. Hát a szezontól azt várom, amit már hallottam az elmúlt években, meg tudom Pécsről, hogy itt mindig egy jó kémiája van a csapatnak, egy állandó magja van. A magyar fiúknak a nagy részét ismerem, van akivel nyáron a válogatottban játszottam együtt, van akik ellen már bőven eleget, úgyhogy ebben szerintem nem lesz gond, így az első 2 hét után szerintem igazak a hírek, amiket hallottam. Mindenképpen szeretnénk egy hasonló évet produkálni, mint tavaly. Nyilván ez majd 1-2 hónapon belül kiderül, amikor látjuk az ellenfelek erősségét is. Úgyhogy egyelőre a felkészülésnél vagyunk, de mindenképpen pozitívan tekintek az évbe, és szeretnék egy ilyen állandóságot az évtől, mert az elmúlt szezonokban többször előfordult, hogy nem csak Pakson, hanem azelőtt Sopronban is, amikor játszottam, hogy rengeteg játékos edzőcsere volt megállás nélkül. Ez itt Pécsen az elmúlt években úgy láttam, hogy ritkább, úgyhogy szeretném, ha ez így is maradna. A csapat az edzőmérkőzések mellett idén is részt vesz a kaposvári Orosz László emléktornán, valamint szeptember 11-én és 12-én a Matró PVSK centenáriumi kupát rendezik Pécsett. A bajnoki rajt szeptember utolsó hétvégéjén lesz a Szeged ellen hazai pályán, a nemzetközi szereplést pedig valószínűleg október 23-án idegenben kezdi meg Csirke Ferenc együttese.